Július 3-án egy nő vörös festékkel öntötte le Horthy Miklós mellszobrát Budapesten a szabadságtéri hazatérés temploma előtt. A biztonsági kamera rögzítette a cselekményt, így elég hamar azonosították az elkövetőt. A stúdióban köszöntöm Toruckai Lászlót, a Mi Hazánk mozgalom elnökét. Hogyan fogadták ezt a hírt? Jó reggelt kívánok! Látjuk azt, hogy világszerte megpróbálják elpusztítani, átírni, tönkretenni az európai civilizációhoz kapcsolódó műemlékeket, tulajdonképpen az egész történelmünket megpróbálják most már, az egész civilizációnkat megpróbálják most már elpusztítani, nem csak Észak-Amerikában, nem csak az Egyesült Államokban, sőt nem csak Nyugat-Európában, hanem most már ezek szerint Magyarországon is megkezdődött a történelmünk, és tulajdonképpen minden értékünk, ami ennek a civilizációnak, ennek a kultúrkörnek, én úgy szoktam nevezni, hogy északi civilizáció, ami körülbelül a japán kultúrától terjed egészen az ír vagy a kelta kultúráig, ezt a civilizációt próbálják meg elpusztítani, tönkretenni. Ezek a szobor döntögetések, ezek most már erről szólnak, és hát különösképpen az európai, vagy ha úgy tetszik, akkor a fehér férfi az, amit próbálnak elpusztítani, és ugye nyilván ennek része az a, akár az a feminista mozgalom, ami megpróbálja a hagyományos férfinői szerepeket tönkretenni, elpusztítani, vagy akár az a szexuális devianciákat népszerűsítő, propagáló propaganda, ami mindenhol megnyilvánul a filmeken keresztül, a kulturális alkotásokon keresztül, vagy akár a homoszexuális felvonuláson keresztül, ami már nem csak a szexuálisokról szól, hiszen most már mindenféle szexuális devianciát, talán majd egyszer a pedofiliát is népszerűsíteni akarják. Én azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy ennek gátat szabjunk, és mi megpróbálunk mindenféle módon ez ellen harcolni. Azt nagyon sajnálom egyébként, hogy a mi ellentüntetésünket például a Pride-dal kapcsolatban, ami ezekről a devianciákról szól, ezt betiltották, miközben úgy néz ki, hogy engedélyezik, bár reméljük, hogy legalább a koronavírus akkor megakadályozza az idei tombolást, ami egy erkölcstelen, minden hagyományos értéket pusztító családellenes felvonulás. Én azt gondolom, hogy a devianciát azt nem ünnepelni kell, hanem kezeltetni. Van egy javaslatuk itt a Horthy szoborral kapcsolatban. Miért van erre szükség, hogy rendőr őrizzen egy szobrot? Azért, mert támadják egyébként nem csak a Horthy szobrot, hanem a Turul szobrot is ugye itt Budapesten támadják. Mi minden ilyen szobrot, minden a magyar történelemhez, a magyar kultúrához szervesen kapcsolódó műalkotást meg fogunk védeni. És azt gondolom, hogyha a Dohány utcai zsinagóga kaphat 24 órás rendőri védelmet, akkor ugyanúgy a hazatérés templománál is ezt biztosítani kell, hiszen megtámadták és vörös festékkel már leöntötték Horthy Miklós szobrát. Tehát az a legkevesebb, hogy nem, azt gondolom, hogy nem a mi hazánknak és nem civileknek kell 24 órában őrizni ezt a szobrot, hanem a rendőrségnek kell megvédeni a közrendet, illetve megvédeni Horthy Miklós kormányzó szobrát is. Tehát szeretnénk, hogyha 24 órás védelmet kapna Horthy Miklós szobra is. Ez a Nyugat-Európában vagy Amerikából induló Black Lives Matter, ugye a fekete életek számítanak nevű mozgalom, amiről azért most már egyre nyilvánvalóbbá válik az egész világon, hogy egy szélső baloldali és nagyon erőszakos ideológia mentén halad előre, ahol a fegyverek rögtön ott vannak a kézben. Mi a véleményük arról, hogy Amerikában is és aztán Nyugat-Európában is a rendvédelmi erők ellen irányult ez az erőszak? Rendőröket támadtak meg, rendőröket próbáltak tönkretenni, megsemmisíteni. Egy anarchista, egy olyan felforgató akció sorozatot látunk, aminek nyilván a rend felborítása elsősorban a célja, azon túl, ahogy az előbb fogalmaztam, a történelmünk, a civilizációnk lebontása, de hát amellett egy olyan anarchiát szeretnének teremteni, amiből láttunk azért ízelítőt mondjuk Seattle városában, ahol kialakítottak egy ilyen autonóm zónát, és ugye rögtön kiderült néhány nap alatt, hogy ott elszabadult az erőszak, és mindenkit megtámadtak, békés járókelőket, vagy akár keresztény hittérítőket vertek össze. De ami az Egyesült Államokban történik, azt korábban talán csak filmekben tudtuk elképzelni, ilyen szürreális filmekben. Egészen elképesztő, amikor tisztességes, mondjuk ügyvédházaspárnak fegyverekkel kell megvédeni a saját otthonát ezek ellen a felforgató erők ellen, akikre egyébként jellemző ezekre a szélső baloldali vagy balliberális felforgató erőkre, hogy például az Egyesült Államokban a kimutatások szerint a Black Lives Matter mozgalom aktivistáinak túlnyomó többsége egyébként
egyébként nem is fekete bőrű. Tehát ezek olyan balliberális felforgatók, akiknek nincs különösebb célja azon túl, hogy egyszerűen a közrendet megzavarják, vagy szétverjék magát az államot. A budapesti főpolgármester azt mondta, hogy empatikus figyelemmel kíséri a Black Lives Matter tevékenységét. Mondta-e bármit is Karácsony Gergely, a Horthy szobor, vagy akár a Churchill szobor meggyalázása, festékkel való leöntése, összefirkálása után? Karácsony Gergelynek inkább azt javaslom, mivel polgármester kollégám, és én is gyakorló polgármester vagyok, hogy ha például kerékpár sávokat szeretne kialakítani Budapesten, akkor azt úgy tegye, ahogy mi azt Ásotthalmon tesszük, hiszen éppen most a napokban adom át az új főutcát Ásotthalmon, ahol kerékpársávokkal bővítettük a főutcát, és új aszfalt réteget is kapott a főutca. Ehhez képest Budapesten majdnem elkéstem, emiatt ma reggel, amikor jöttem ide a rádióba, ugyanis megdöbbenve tapasztalom, hogy itt a kerékpársávokat úgy oldja meg a polgármester, hogy egyszerűen a korábbi autóknak fenntartott sávokra egyszerűen felfestik, hogy mostantól ezek kerékpársávok, és emiatt óriási dugók alakulnak ki. Hát én azt gondolom, hogy egy polgármesternek inkább ezzel kéne foglalkoznia. A nemzeti ügyekkel kapcsolatban inkább ne szólaljon meg, mert az látszik, hogy fogalma sincs arról, hogy Magyarország az a magyaroké. Köszönöm. Toruckai Lászlót, a Mi Hazánk Mozgalom elnökét hallották.